Már a bemelegítés közben megkezdődött a tanítás a Bregyó napközistáborában hétfő délelőtt. A gyerekek japánul számoltak a mozdulatok közben. Kovács Ferenc karatemester örömét fejezte ki, hogy az idei már a második év, amikor edzéseket tarthat a napközistábor lakóinak. Már a tavalyi évben megkértek bennünket itt a napközistábor vezetői, hogy jöjjünk el, és hetente egyszer tartsunk a gyerekeknek karate foglalkozást. Sokan ezt félre is értik, mert azt hiszik, hogy bemutatót tartani jöttünk, de nem, mi azért jöttünk, hogy a gyerekeket egy kicsit karatéztassuk, vagy legalábbis megmutassuk nekik, hogy mi a karate csapatban hogyan is sportolunk és mit csinálunk. Kovács Ferenc hozzátette, hogy természetesen egy alkalom nem elég arra, hogy átadják a karatemi bellétét a gyerekeknek, ezért azt szeretnék elérni, hogy mindenki jól érezze magát az edzésen, és kicsit megismerkedjen a küzdősport világával. Elmondjuk azt, hogy egyáltalán mit jelent az, hogy karate. Megmondjuk nekik a karaténak a szó szerinti jelentését, például, hogy üres kezet jelent. Elmondjuk, hogy mit jelent ez átvitt értelembe. És utána mesélünk nekik valamit a karate történetéről, hogy ki volt az, aki a karatét, most nem úgy mondjuk, hogy kitalálta, hanem a karate alapító mestereiről beszélünk nekik. A mester hozzátette, hogy aki kedvet kap a karatéhoz, természetesen csatlakozhat hozzájuk, és a jövőben szervezett körülmények között látogathatja az Alba Régia SC karate szakosztályának edzéseit.